Műsorszerkesztés járvány idején ez most úgy van, hogy megmutatjuk önöknek, hogy itt van Budapest főpolgármester, Karácsony Gergely, jó estét kívánok, és kívánok. Gyakorlatilag egy percben egy hangulatjelentést kérek öntől, hogy mi történt a Népjóléti Bizottság ülésén, ahonnan most beesett. Ugye úgy készültünk, hogy önnel kezdünk, aztán szurkoltunk, hogy egyáltalán a műsor végéig ideérjen, itt van, örülök. Mi történt? Hát nagyon hosszan beszélgettünk, hiszen egy órakor kezdődött az ülés, és valóban éppen, hogy megérkeztem és rohantam. Hát, hogy mondjam, a várt áttörés, hogy a kormány és ellenzék, főváros és a kormány elkezd egymással érdemben beszélgetni, ez nem következett be, de mindenki szóban nagyon az együttműködés mellett állt ki, ez mondjuk fél siker. Ön próbálta igazolni és bizonyítani, a két szóból próbáltam egyet csinálni, hogy a főváros mennyi mindent tett a járvány megelőzése, vagy a járvány kezelése ügyében. Egyúttal mindig hangsúlyozta, hogy ennek egy jelentős része nem a főváros feladata lenne, hanem a kormányhivatali. Ezt elfogadta a kormány oldal, ezt az érvelést? Hát nem úgy tűnt, mert azokat az ilyen propaganda sajtóban hangzatos érveket hallottam vissza, hogy mit csak panaszkodunk, meg sírunk, meg nem tudom mi. Miközben hát én elmondtam azt, hogy mi az, amit több mint 1 milliárd forintért vásárolt, csinált, lépett a főváros, és elmondtam azt, hogy mik azok, amik állami feladatok, állami feladat védőeszköz beszerzése. Minden budapesti szociális intézményben mi szereztünk be maszkokat és védőfelszereléseket. A nem fővárosi fenntartású hajléktalan ellátásban is besegítettünk, és a kerületeknek is besegítettünk. Nem a főváros feladata, hanem az állam feladata a tesztelés. Mi elkezdtünk tesztelni, mégpedig pontosan ott, ahol a legnagyobb a baj, pontosan tudjuk, az idős otthonokban, hiszen Európában minden második haláleset az idős otthonokban történt. És alkotunk jogszabályokat, amiket ideális esetben a kormánynak kellene, például a maszkviseléssel kapcsolatosan. Most örülök annak, hogy a kormánypárti üzenőfüzet, meg újságnak nem hívnám, megírta azt, hogy a kormány is fontolgatja, hogy a budapesti tapasztalatok alapján meglépjék, hogy a budapestiek törik az utat, és hát mögöttünk kulunk a kormány. Sajnos készülve erre a mai beszélgetés, arra kell rájönnöm, hogy minden kormányzati lépés, minden döntés előtt hetekkel vagy napokkal a főváros, egyébként nem csak mi, hiszen szakmai szervezetekre hallgatunk ebben az ügyben, tett javaslatokat, amik aztán hál' Istennek kormányzati döntések. Ön erre nyilván büszke, a kormány oldal meg nyilván azt mondja, hogy ez nem így volt, hanem... Ebből a szempontból ugyanazokat a játékokat játsszuk, mint szoktuk. Valószínűleg és ez így van. Elég rossz hír. Most nálunk egy kis reklám következik, addig fújja ki magát, jó. És kedves nézőknek is mondom, hogy nem ennyi volt, folytatjuk mindjárt Karácsony Gergellyel. Azt írja a Fidesz, Karácsony Gergely a vendégünk változatlanul és a Népjóléti Bizottság üléséről érkezett, hogy a párt szerint a főpolgármester láthatóan azzal a szándékkal érkezett, hogy egy hatósági vizsgálatot le tudjon zárni. Most sem látunk tisztában, mint fél nappal ezelőtt teszi hozzá, és teszik hozzá még azt is, hogy továbbra is csak terelés másra mutogat a fővárosi idős otthonok kapcsán. És érdemes nekem erről reagálnom? Egy dologban azt gondolom, hogy érdemes lenne. Jó, ez a Pesti úti történet, ez nyilvánvalóan a Fidesz kommunikációjában mindvégig jelen lesz, amíg a járvány tart. Változatlanul nem tiszta, és tényleg nem tiszta a nyilvánosság előtt, hogy volt ez az orvos történet, hogy mikor volt és mikor nem volt orvos. Mindig volt. Tehát hogy mindig volt-e orvos, hogy mindig minden napra volt-e orvos, hogy mindig volt-e mindig tesztelés, ellátás, ügyelet, vagy csak akkor nem, amikor a tiszti főorvos ott volt. Minden jogszabály, amely vonatkozik az idős otthonokra, minden jogszabály betartottunk az egészségügyi ellátás kapcsán is. Volt egészségügyi ellátás, 10 szakorvossal és háziorvossal van szerződése az intézménynek, és ráadásul a megbetegedések szempontjából, ha 20 orvos lett volna, akkor is mindegy lett volna, ugyanis az a baj, és ezt, ahogy már ebben a műsorban is elmondtam, ez Európa szerte sajnos bekövetkezett, hogy mindig az a kérdés, hogy hogy kerül be a fertőzés egy otthonba, egy zárt közösségi térbe, és mikor vesszük észre, hogy időben tudunk-e cselekedni. Szeretném mondani, hogy minden olyan budapesti idős otthonban és hajléktalan ellátásban, ahol felütötte a fejét a koronavírus, minden esetben az következett be, hogy a kórházból hazatérő beteg hozta magával. Nem tudta. Ez bizonyított a Pesti úti esetben is? Minden esetben, hát nézze, én tekintettel arra, hogy 3 intézményről tudok, ebből 2 fővárosi fenntartású, egy pedig egy másik hajléktalan ellátó intézmény, amit nem mi tartunk fönt, de mind 3 esetben az következett be, hogy az első tünetet olyan ember produkálta,
az egész otthonon belül, aki közvetlenül azután produkált ezeket a tüneteket, hogy visszaért a kórházba. Bizonyítani nem lehet, de azt én tudom bizonyítani, hogy mi minden erőnkkel azon voltunk, hogy ez ne következhessen be, és amikor megvolt az első tünet, akkor mi azonnal elkezdtünk szűrni. Ebben a bizottságülésen például elmondtam, hogy hát hogyha nem szűrik az idős otthonokat, most egyébként erre tett ígéretet a tisztifőrös asszony, hogy szűrni fogják az idős otthonokat most már, hál' Istennek. Erre mondom azt, hogy... Ez még kellett majdnem két hónapot várni? Hát ezt a kérdést nekem tegye föl. Na, jó. Költői volt, tekintse úgy. Tehát ha a valahol nem szűrnek, ott nincs megbékedés, addig, ameddig ugye a lappangó tünetek meg nem jelennek. És most ugye azzal revolvereznek engem, hogy a megbetegedések jelentős része a Pesti útról jön. Hát mert a tesztek nagy része is onnan jött, bingo. Tehát hogy ilyen típusú vitákat folytatunk. És egyébként az, hogy én vagyok a hibás, nem volt orvos, blablabla, bla, bla, ezt a fideszesek már elmondták százszor. Egyébként maga a miniszterelnök, ezt, hogy mondjam, ennek a vizsgálatnak, ami most zajlik, ezt, ennek az eredményét megelőlegezték. Tehát kicsit olyan, mint Pelikán elvtárs, hogy még ugye már az ítélet elnézést már megvan, ez ítélet. Már az ítélet. Miközben ma arra hivatkozva mentette ki magát a tiszti főorvos, akinek azért én föltettem volna ott néhány kérdést, tisztelettudóan és abszolút szakmai lapon is nem támadólag, de kérdések, érdemi kérdéseket, de ő arra mentette, azzal kapcsolatosan mentette ki magát, hogy hatósági eljárás van folyamatban. Én értem, de akkor miért kell telekültölni a sajtót mindenkinek, az összes fideszes politikusnak, hogy már megvan az ítélet. Miközben én meg elkértem az intézetőtől a jegyzőkönyveket, hogy mikor, hány óra orvosi szolgálat volt, hány orvos állt rendelkezésre. És még egyszer mondom, hogy ha ezerszer annyi orvos van, akkor ők se tudják kiszűrni a vírust, mert a vírus csak a teszt szűri ki, és tesztelni a fővárosi önkormányzat kezdett el, és most a kormány belátta azt, amit egyébként mindenki eddig mondott, hogy tesztelni, tesztelni, tesztelni. Ja, azért volt érdemes mindenféleképpen beszélni, mert miközben mi itt ülünk, közben jött egy fideszes kommuniké, nyilván érdemesen reagálni. Előbb említette az alatt a két perc alatt, ami a reklám előtt rendelkezésünkre állt, hogy a kormány a fővárosban produkált járványügyi intézkedések egy részét aztán majd megvalósítja. De hát ön is azt kérte Orbán Viktortól abban a levélben, amit írt neki, hogy ezt az egész országban érvényes és kötelező maszkviselést ezt vezessék be, mert hogy Budapesten működni fog. Hát úgy látszik, hogy annyira jó a kommunikáció, hogy én írok egy levelet. Március 15-én írtam egy levelet, hogy muszáj korlátozó intézkedéseket bevezetni, a nem létszükségletet kielégítő üzlethelyiségek nyitvatartását korlátozni. Pár nappal később megjelent a rendelet. A fővárosi önkormányzat bezárta a színházait és a moziait. Egy nappal később kihozott a rendelet, hogy a 100 főnél nagyobb zárt rendelet. Most ne mondja végig. Azt mondja Orbán Viktor, hogy májusban könnyíteni fog. Igen. A főváros akkor ebben is úttörő lesz? Nem. Én nagyon félek ettől. Szerintem nem látom még tisztán. De mivel, és ez sokszor előkerült a mai bizottságülésen. Tehát én... Az én szakmám az a tények szakmája, és az én politikai filozófiám az, hogy mégiscsak döntéseket tények alapján kell hozni, és nekem nem állnak rendelkezésre tények. Én is a sajtóból tudom például, hogy a budapestiek fegyelmezettel betartják a szigorító intézkedéseket, mint mások. Onnan tudom, hogy a YouTube-ról lefotóztam a miniszter prezentációjából ezeket a számokat. Mindegy. Megszerezzük azt az információt, amit kell, és én napi szinten kommunikálok az európai nagyvárosok polgármesterével, vagy az ő kollégáikkal, és látjuk azt, hogy mik a tapasztalatok. Ebből én azt látom, hogy ez egy veszélyes dolog, de ha okosan csináljuk, akkor lehet, hogy ez egy jó döntés. Amit viszont biztosan kell csinálni, és örülök annak, hogy most már ez a kormány stratégiája, legalábbis ez a bizonyos konferencia, amiről tettem említést, ennek ez volt a fő üzenete, és korábban, és tényleg én sajnálom, hogy nekünk kell, hogy mondjam, bizonyos népszerűtlen dolgokat meglépni, és utána a kormány felbátorodik, mert látja, hogy az emberek sokkal jobban fogadják, mert az emberek bölcsek. Ezeket az intézkedéseket, mint talán a század még nekik megmérte, mert lehet, hogy nem tesztelnek a kórházakban, de a közvélemény nyilvánvalóan tesztelik. Mi azt mondtuk, hogy két dolog kell ahhoz, hogy lehessen enyhíteni. Tömeges tesztelés, hogy tudjuk azonosítani, hogy kik azok, akik fertőznek. A másik pedig a maszkviselés, mert nagyon egyszerű dolog ennek a járványnak, ennek a vírusnak a terjedése. Felszállunk egy buszra, köhögünk egy nagyot, és aki ott van, most ehhez képest azt olvasom, hogy kávéházak nyithatnak ki májusban. Nem tudom, maszkban hogyan lehet kávét tenni. Ezt már én is feltettem ezt a kérdést, kalandos valószínűleg. De én nagyon örülök, hogy azt, amit egyébként meglépett a fővárosi önkormányzat egyedi jogalkotási lehetőségével élve, bár egy kicsit járatlan utána járva, és ez egy jogi bizonytalanságot kétségtelen sokakban kinyithat, és sok polgármester vidéken nem ismerte ezt meglépni,
De körülöttünk mindenhol, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában, Németországban, Bulgáriában, Romániában, mindenhol a kötelező a maszkviselés. Abban van csak vita, hogy mindenhol kötelező, tehát nekünk most így kéne beszélgetnünk. Vagy pedig csak valamilyen indokolható módon, és ez mindenhol a tömegközlekedés és az üzlethely. Azt lehet, hogy fordított logikával működnek, tehát amikor a kormány azt mondja, hogy ki lehet nyitni, akkor ön Budapestre azt mondja, hogy Budapesten pedig nem. Mert ugye el tudta rendelni azt, hogy mindenkinek maszkviselés. Ezt el tudom rendelni, de nem tudok szembe menni központi jogszabályokkal. Tehát kiegészítő jogszabályokat hozhatok, amelyek specifikusak az adott településre. Ebből következik, tehát az önkormányzatok egyedi jogalkotási lehetősége az valamilyen jogszabálynak a konkretizálásáról szól, nem lehet ellentétes bármilyen más jogszabályon, amit a kormány vagy a parlament hoz, és a helyi viszonyokhoz kell alkalmazkodnia. Mivel Budapest egy nagyváros, gócpont, komoly tömegközlekedéssel, komoly fertőzésveszéllyel, hiszen minden nagyvárosban nagyobb a népsűrűség, és ezért ez működik, ezért azt gondoljuk, korábbi alkotmánybírósági döntések ezt az utat kijelölték, hogy nekünk ehhez van jogunk, de azt gondolom, hogy ez nem csak Budapesten kéne megvalósuljon, hiszen nem csak Budapesten van fertőzés. Sikerült egy olyan témát a nyilvánosság elé hozni, ami még a járványügyét is ideig óráig felül tudja múlni, méghozzá a sebességkorlátozás kérdése. Úgy látszik, ez rendkívül érzékenyen érinti az embereket. 70-ről, 60-ról 50-re, 50-ről 30-ra vagy akár 20-ra csökkenteni Budapesten a sebességhatárokat. Eldöntött tény gyakorlatilag, csak holnap meg kell hozni egy döntést, és aztán ki kell dolgozni a részleteket, vagy elindul egy vita? Elindul egy vita. Ez az előterjesztés, amely a közgyűlési többség támogatását bírja, hiszen erről mi egyeztettünk. Sőt, számos polgármesternek a saját kerületére vonatkozó, nem a foglalom szabályozása, hanem általában a közösségi közlekedéssel kapcsolatos ilyen teszt jellegű projektje is bekerülnek ebbe. Ez egy társadalmi vitát akar kinyitni. A társadalmi vita célja az az, hogy az az elv, amit a járvány kapcsán is megtapasztaltunk, hogy az emberi életnél nincs fontosabb, ez, és ez a felvetésünk egyébként független a járványtól, tehát ez nekem benne volt a választási programomban. Én azokat a városoknak a mintáját szeretném követni, ahol nulla, azaz nulla darab ember hal meg közlekedési balesetben. Budapesten ez a szám 52, tehát hetente meghal egy ember közlekedési balesetben, és naponta 3 embernek van súlyos sérülése. Miközben, és ezt egyébként a budapesti rendőrfőkapitánya teljesen közös missziónk, a bűncselekmények szempontjából Budapest egy biztonságos hely, a közösségi balesetek szempontjából nagyon nem. És ebben változtatnunk kell. És ez a felvetés, ez nem arról szól, hogy mindenhol 70 helyett 50 lesz, meg az, hogy 50 helyett 30. Arról szól, hogy hogyan, milyen eszközöket tudunk találni ahhoz, hogy elérjük ezt a célt. És az egyik eszköz biztosan a forgalomnak a lassítása ott, ahol ez indokolt. Én kerületi polgármesterként pontosan tudom, minden egyéni képviselő Zuglóban, mindegyik azzal jött, hogy az ő választókerületében az emberek a saját lakóövezetükben forgalomcsillapítást akarnak. Tele van a város fekvő rendőrökkel, ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy a sűrűn lakott részen, ahol egyébként tényleg ne száguldozzon senki, ott csillapítjuk a forgalmat. Szeretném egyébként hozzátenni azt, hogy miért mindenki politikailag ebbe beleáll a párosnába. Jelenleg a Budapest mobilitási terve Talós István előterjesztéseként fogadta az előző közgyűlés, én is megszavaztam, mert egy jó anyag, abban ez már szerepel. Nem mondja, te ezt Talós István saját benne terve. Van a mobilitási, nem így van megfogalmazva, de ugyanez a célrendszer és ugyanek a felvetések benne van. És ez most is egy felvetés. És én örülök, hogy már bocsánat, hogy elküldenek a melegebb éghajlat, rengeteg e-mailt kaptam velem szimpatizáló embertől is, olyanot is, aki ez nagyon lelkes ebben. Pont erre van szükség a városnak. Beszéljük meg, mit tudunk tenni azért, hogy Budapest mindannyiunk közös otthona legyen. Van jogosítványa? Vezet? Ez lesz ennek a gyenge pontja. Akkor mondok egy másik mondatot. Beszélgessen el valaki, aki nagyon ellenzi ezt a javaslatot, bárkivel, akinek egyszer egy családtagja nem jött haza egy autóbaleset miatt. Hogyha valakit 30-ra gázol ez az autó, akkor szinte biztos, hogy túléli. Ha valakit 60-nal, akkor biztos, hogy nem. Az én apukám egy este nem jött haza. És nekem ezért nincs jogosítványom. De ez nem befolyásol abban, hogy olyan várost csináljak, ami az élhetőségről szól, és arról, hogy vigyázzunk egymást. Tudja mit? Mennyire fontos, hogy ezt elmondta? És köszönöm, hogy ezt elmondta. Mert így az ember kezd érteni dolgokat. De nem az én... A személyes kötődését ez a témához épp úgy, mint ahogy felvetette, hogy ezt már Tarlós István is előhozta. De beszélünk majd még erről. Beszéljünk erről, csak ez nem az én ünökém. Minden város, ami elérte azt, hogy sokkal kevesebben halnak meg balesetben, mindegyik hozzányúlt ez a szabályhoz, és okosan fogjuk csinálni.
És most egyenlőre egy társadalmi vitát szeretnénk erről, és azt gondolom, hogy az érvek csatája és a tények alapján fogunk majd bölcsi döntést hozni közösen, mi budapestiek. Köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm.